múlt héten jöttem haza Velencéből, akkor ki kellett oda utaznom 2 napra, mert a Diesel divatbemutatón kellett részt vennem. És most hazajöttem, itt vagyok a Tony and Guy Fashion Week-en, és tervben van még New York is, és hát én idén tervezem, hogy oda kiköltözök. Én most hazajöttem 1 hónapja, a Glamour Gála miatt, ugye a Women of the Year, és az minden jelölés, videó forgatás miatt. Aztán most visszamegyek Londonba, 7 napon utazom, és júliusig tervezek kimaradni. Most is a 90-es évek zenei kultúrája inspirálta nagy részt, de most nem ez a grunge-os vonal, hanem inkább az R&B és a hip-hop. Ezt próbáltam a rám jellemző városi nő képével valahogy így összehozni. Az ősztéli kollekciónak a fő inspirációs elemei a kör és a téglalapok voltak. A showt azzal igyekeztük érdekessé tenni, hogy a modellek kezében ilyen csörgő hangszereket készítettünk. A 2014-es ősztéli kollekciónkban a színek a feketék. Most csináltunk először egy táska kollekciót, ami egy együttműködés egy másik tervező csoporttal, a Komóddal. A 2014-15-ös kollekciómat egy az 50-es, 60-as években Amerikából induló festészeti irányzat, a Hard Age irányzat inspirálta, ami gyakorlatilag egy nagyon érdekes művészeti irány, leginkább geometriai elemekkel játszik. Az idei ősztéli kollekciót, a 2014-est a 7 fátyol a misztériumaik lette. És nagyon-nagyon sok egyiptomi szimbólumot használtam. A 2014-es ősztéli kollekciónknak az elmúlt pár év utazása volt az inspirációja, de pedig egy olyan aspektusból, hogy mi elég sokat fordultunk meg Párizsban és New Yorkban az elmúlt években. Egy abszolút 2 komponens a kollekció, van benne egy vagány New York-i vonal, és egy kifinomultabb, klasszikusabb, elegánsabb francia vonal.